Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Ismételten egy nagyon jó konfig épült meg az én közreműködésemmel, amikor is privátban tudtunk elbeszélni egy konfigot. Szoktam hangsúlyozni, hogy ez a privát konfig kérés nagyon speciális is lehet, nagyon sok féleképpen nézhet ki a dolog. Kapok egy max keretet, amiből újonnan vagy használtan ki kell hoznom a legjobbat, kapok már egy kész vagy egy félkész konfig tervet, amit jóvá kell hagynom, ki kell egészítenem, esetleg ha úgy látom, akkor módosítani kell. Nem mindegy, milyen feladatokra vesszük a gépet, jelen esetben másodlagos szempont volt a játék, elsődleges szempont bizonyos speciális programok futtatása. És ilyen árazás szerint én simán beajánlottam volna az AMD alternatívát, azonban kiderült, hogy az a feladat valamiért nem jó az AMD-nek, ami részben ennek a konfignak a feladata lesz, persze ettől függetlenül a többire nagyon jó lett volna az AMD, viszont így az AMD kiesett, ezért is hívom fel a figyelmeteket rá, hogy nem biztos, hogy ha gamer PC-t építetek, vagy gamer és munkára való PC-t, hogy feltétlenül jó döntés lenne jelen helyzetben kiadni az AMD-t. Ennél a privát PC-nél az volt, ezért is speciális az eset, hogyha bármi ilyesmi van, akkor meg tudjuk beszélni privátban is, ezek alapján tudunk közösen egyeztetni, és nem volt az feltétel, hogy csak és kizárólag újonnan használt piac is szóba jöhetett, főként a videókártyánál éri meg nagyon szemezni mostanában használt piacot, hiszen nagyon jó videókártyák vannak nagyon jó áron, rengeteg az árengedmény a használt cuccoknál, úgyhogy így is nagyon megéri körültekintőnek lenni. De lássuk is, hogy hogyan állt össze ez a speciális konfig. Egy Intel Core i5 8600 került bele, azzal a tervvel, hogy majd később talán lesz váltva egy i7 8700-ra mondjuk, hogy i7-es processzor kerülhessen bele, hiszen munkában, játékban is komolyabb teljesítménnyel bír. Ez egy Gigabyte B360M DS3H labba került bele, ami egy elég jó felszerelt, nem túl drága alaplap. Emellé 2x4 GB DDR4 2666-os memória kerülhetett. Tápnak egy FSP Hyper-M tápegység került a konfigurációba. Háttértárnak egy VD Blue 1 TB, SATA 3 merevlemez, egy Kingston 240 GB-os SSD. Nagyon jó árba vannak most az SSD-k, azonban az egy M.2-es SSD, ami nem biztos, hogy meg fogja érni a felárat. Megmondom őszintén, én nem M.2-es SSD-t javasoltam, ez egyéni döntés volt, hogy végül ez került a konfigba. SATA SSD-k közül 240 és 120 GB-os SSD-kből már nagyon jó áron lehet kapni, és mindenféleképpen megéri föl, akkor, hogyha költséghatékony PC-t vagy gamer PC-t építünk. Videókártya használtan került bele a konfigba, egy Asus Dual GTX 1078 GB OC. Általában, amikor használt videókártyát javaslok, akkor végignézek minden alternatívát, a hirdetéseket, hogy milyen modell van és milyen áron, általában több lehetőséget is linkelni szoktam, főként a legjobbakat, miután alaposan szétnéztem, és általában, hogy használt videókártya, vagy használt alkatrész kerül a konfigba, akkor ilyen több hirdetésen keresztül, több nagyon jó hirdetésen keresztül kerül kiválasztásra, és végül is így összeállt elég szemrevaló, elég jó teljesítményű PC, még egy LG DVD író került bele a konfigba. Én úgy gondolom, hogy ennél a PC-nél is és a többinél is mindig a egyéni elvárás van a hangsúly. Tényleg nagyon nem mindegy az, hogy én felteszek egy olyan konfig tervet, hogy mondjuk 250 ezer forintos PC. Lehet, hogy ehhez képest van, ami egyénileg módosulna, például nem tetszik a gépház, valamiért csak Intelt szeretne, vagy valamiért esetleg csak AMD-t szeretne. Valamiért ez nem jó, valamiért az nem jó. Általában ezek mennek, higgyétek el. Olyan kész konfig nincs, hogy mindenkinek jó lenne, hogyha ilyen speciális kérésed van és komoly a szándék, akkor nyugodtan keressél meg privátban, és akkor kitaláljuk, hogyan jössz ki a legjobban egyéni feltételhez mérten. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!